Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent a szoboravatáson. Ez egy újraavatása ennek a Mille Centenáriumi Kopjefa csoportnak. Ez egy rendhagyó alkalom. Újra és újból és új helyen kerül avatásra, szentelésre az a szobor, amelynek történetét majd röviden, tömören az utánam következők elmondják. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatunknak nagyon fontosak a múltbéli dolgok. Fontosak azokat a dolgokat megőriznünk, új köntösbe csomagolva, néha megújítanunk, amit értékként az elmúlt időben oly sokan gondoltak, hogy fontos lehet egy közösségnek. Nekünk, az önkormányzat jelenlegi vezetőinek éppen ezért volt szándékában az, hogy mindazokat a fából készült emlékeket megújítsuk, és utána egy másfajta pompájában tárjuk a nagy közönség elé. Amikor az orosz csapatok kivonultak Magyarországról, akkor már ez a rendszerváltó hangulat és ez a bátorság, vakmerőség, mondhatnám így is, jobban jellemezte a fiatalokat. És ez a fiatalos lendület, ami bennünket akkor elkapott és befolyásolt maga a rendszerváltozás ténye, ez vezetett ahhoz, hogy nekifogjunk ennek a szép múltónak nem tekinthető, de minden esetre hosszú időn keresztül uralta Kiskunma és a főterét ez a szovjet emlékmű. Éreztünk magunkban annyi bátorságot, mégint csak ezt mondom, hogy eltakarítsuk azt a csúfos múltat, ami jelentősen befolyásolta még a hétköznapi életünket is. Meggyőződésem, hogy ez a művelet, ez a szovjet emlékmű elbontása, ez adott egy új gondolkodási alapot, ami ahhoz vezetett, hogy Szigeti Laci bácsi megfaragta a kopjafákat, és ennél jobb helyet nem is tudtunk volna akkor elképzelni.
És 96-ba került fölállításra ez a centenáriumi emlékmű, 7000 emlékmű, vagy röviden millenniumi emlékmű. Tehát adott volt egy hely, ahol régebben egy szovjet emlékmű állt, és lebontottuk, és a város központjába el kellett volna helyezni valamit a millecentenárium évében, annak érdekében, hogy az államalapításra, Magyarország megkületésére emlékezzünk, az helyett, hogy a szovjet katonák emlékhelyét néznénk. És akkor született a gondolat, hogy a millecentenárium évére kellene valami emlékművet oda állítani. Családon belüli gondolkodás volt, Szigeti László apósom, kedves feleségem édesapja, volt olyan szíves, akkor még Marosvásárhelyen élt, és sokat faragott és értett a kopjafák lelkéhez, és megálmodta azt a tervet, amit maketben is elkészített, és abba egyeztünk meg, hogy akkor ezt a emlékművet felállítjuk Kiskunmajsán. A család másik tagja, a sógorom, dr. Kálca László, nagyba kifaragta a kopjafákat. 96. szeptemberében a nagy társadalmi munkában felállítottuk. A kopjafák pedig a főtér felújítása, átalakítása miatt elbontásra kerültek, és most kerültek felállításra új helyen. A lényege az volt, hogy a hét magyar törzset, a hét vezért szimbolikusan ábrázolja, azért volt a millecentenárium évében, és hogyha lenne időnk és energiánk, akkor Laci bácsi el tudnám mondani, hogy melyiknek mi a jelentése, melyik kopjafának, és miért úgy készült el, ez is egy külön tudomány. Urunk Istenünk, áld meg ezt az emlékművet és a kopjafákat. Világosítsd meg értelmünket, hogy mindig eligazodjunk az eszmék rendszerében. Védj meg minket minden totalitárius diktatúrától. Te szabadnak teremtetted népünket, segíts megőriznünk ezt a szabadságot, és támogass, hogy a te országod növekedjék bennünk és közösségeinkben, és bátran követhessük szent lelked által megerősített lelkiismereti meggyőződésünket. Krisztus, ami Urunk által. Ez egy római katolikus kopjafa. Tessenek megnézni a kereszt, hogy jelenik meg. Ugyanaz fejben végződik. Ez is római katolikus. Ez meg unitárius. Az unitárius vallásban a köszönés egy az Isten. És mindnyájan hova nézünk? Föl az egekbe a jó Istenhez. Ez tehát azért lett unitárius. Egy az Isten. Ez is református, ez katolikus.